Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 18-án. Mielőtt kezdenék ezzel a jóslással, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy van egy új kedvezményes jóslás, ami megrendelhető április 25-éig. Ebben van egy szerelmi kirakás, ahol feltesszük a kérdést, hogy ő szerete téged, és ehhez jön egy név elemzés. Írd meg a nevét, a te nevedet, ezt összehasonlítjuk, de azt a nevet kérném, ami téged úgy megérint. Az lehet a teljes neve, vagy a keresztneve, vagy a beceneve, és azt, ahogy ő szólít téged. Nem kell megijedni, a nevek nem lesznek kitéve a nyilvánosságra, tehát így titokba marad. És most áttérek a három kérdőjeles jóslásra, ahol felteszem az első kérdést, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ez a fő pap mutatja az ő hitét. Ő hisz magában, a terveiben, hisz benned, hisz a szerelemben és a jóistenben. Az is lehet, hogy ő most tervez valamit. Lehet, hogy veled együtt tervez valamit, és ezt rábízta a jóistenre, és kéri a segítségét. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Ez a lovag mutat valamit. Itt ül a lovon, és szeretné azt, ha előre mennének az események. Viszont ez a ló fékezi a dolgokat. Az lehet, hogy nála vannak még emlékek, vagy vannak félelmek, és nem mer indítani, de az is lehet, hogy valaki ott van a környezetében, és fél attól, hogy itt lesznek akadályok, ő nem sieti el a dolgokat, hanem figyeli az eseményeket. Ami fontos számára, az ott van a kezében, és ez az arany érem szimbolizálja az anyagiakat. Azt ő most fogva szeretné tartani. Óvatos, nem tudja, hova kellene kiadni a pénzét, vagy valaki akar tőle pénzt, és ő ezt nem akarja odaadni. Amit még ez az arany érem jelent, különösen itt, ezen a helyen, ahol érzelmekről van szó, jelenti a belső értékeket. Ő tudatában van azzal, hogy ő tehetséges, de azzal is, hogy te vagy értékes számára, és ő téged fogva szeretne tartani, de nem mondja ki, mert ő most inkább visszahúzódó, várakozó. De hogy mit mond, és mit várhatsz tőle, milyen lépéseket tesz irányodba, azt mutatni fogja a következő kártya. Meg lesz nála ez a büszke, királyi, magabiztos fellépés, hiszen ezen a kártyán a király látható. És ez a király uralkodik a levegő eleme felett. Az azt jelenti, hogy felszabadult, áttette magát a félelmeken. A félelmeket ez a szürke felhő szimbolizálja a háttérben. Tehát ő hátat fordít ennek, és előre tekint a jövőbe. Ennek a kartnak is van egy jelentése, mégpedig azt szimbolizálja, hogy ő most fontos döntést vagy döntéseket fog hozni. Amit még a levegő eleme jelent, az a kommunikáció, tehát keresi a kapcsolatot,
és beszélni szeretne veled, elmondja azt, hogy milyen döntéseket hozott. És most megtekintjük a következő kártyát, ez a napi energia. Ezen a képen a halak láthatóak, és a halak szimbolizálják az anyagiakat. Tehát a pénzügyi dolgok állnak most a középpontban, ugyanúgy, ahogy a lovas férfi is ezt mutatja. Viszont a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ugyanúgy, mint az érmék, a halak is utalnak a belső értékekre, és pontosan azt szeretné megtartani, hogy te vagy értékes számára, ez a párkapcsolat értékes számára, ami szép ennél a kivetésnél, hogy ezt ő közli veled, erre utal a király, aki uralkodik a levegő eleme felett, és az beszélgetésekre utal. Most áttérek az asztrológia területére. Én az indiai asztrológiával foglalkozom, az indiai számítás szerint, mert ez egy precíz számítás, én az indiai asztrológiával, az indiai számítással dolgozom, mert ez egy precíz számítás, ugyanúgy, ahogy az asztronómusok is ezt kiszámítják, hol találhatók a csillagképek és a bolygók. De ez más, mint a mi általunk ismert asztrológia. Ez szerint az indiai számítás szerint közlöm azt, hogy mi várható április 18-án, és a képen látható az indiai horoszkóp április 18-án. Ott fent bal oldalon, a második kockában van a kos jegye. Látható, hogy ott mozog Merkur bolygó, ott van a Nap, a Vénusz bolygó és Uránusz bolygó. Természetesen ez kihat most a napokban ránk. Merkur bolygó közeledik a Naphoz. Holnap eléri a napot, az azt jelenti, hogy a Nap és Merkur bolygó egy konjunkcióban fog állni a holnapi napon a kos jegyében. A Nap megvilágít valamit, itt kiderül az igazság, vagy azt is jelentheti, hogy valami napfényre kerül. Ha vannak titkaid, akkor azt őrizd meg magadnak, mert előfordulhat, hogy mások ezt tovább mondják. Vénusz bolygó is itt található, és közeledik Uránusz bolygóhoz, ami változásokra utal nálunk hölgyeknél, vagy a szerelmi élet területén. A mai napon a hold az Artra holdházban található, és az megújulásokra utal, olyan, mint a tavasz kezdete, vagy valaminek az újjászületése. A hold a mai napon egy kapcsolatban áll Uránusz bolygóval. Mivel a hold az ikrek jegyében van a levegő elemében, és Uránusz bolygó a kos jegyében, a tűz elemében, itt megvan a harmónia, mert a tűz eleme és a levegő eleme harmonizál egymással. És itt egy meglepetésről lesz szó, változásokról lesz szó, de ez kellemes, ennek örülhetünk. És a hold kihat a mi érzelmeinkre. Plutó bolygó ott bal oldalon található a második kockában alulról,
és az utal a bak jegyére. Tehát Plutó bolygó ez évben, és a következő években is itt mozog a bak jegyében. A mai napon van Plutó bolygónak egy kapcsolata Mars bolygóval. Mars bolygó ott látható jobb oldalon fent az ikrek jegyében. Mars bolygó utal a mi erőnkre, és Plutó bolygó szintén az erőt mutatja, a belső erőnket. Itt van a két bolygó között egy úgy nevezett quincunx aspektus, és az bizonytalanságokat vált ki belőlünk. Ezt mindig úgy szoktam elmondani, hogy képzeld el, van előtted egy inga. És én megkérdezném azt, mondd meg, hogy melyik irányba fog kimozdulni. A válaszod bizonyára az lenne, nem tudom, fogalmam sincs. És így hat ez a kapcsolat Plutó bolygó és Mars bolygó között. Ez kihat ránk hölgyekre, mert ez szimbolizálja az erőnket. Most nem tudjuk, hova fektessük be az erőnket. Mars bolygó azt is jelenti, hogy védeni kell magunkat a kihívások ellen, a támadások ellen, de nem tudjuk hogyan. És nem tudjuk, hogy van-e egyáltalán értelme ennek. Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat, és a napokban, azon nem csak április 18-án, hanem a következő napokban is, ez a kapcsolat Plutó bolygó és Mars bolygó között kivált a férfiaknál bizonytalanságokat. Ha kérdéseket teszel fel, és tudni akarod, hogy mi a terve, vagy hogyan tovább, akkor a válasz ugyanaz lesz, mint az ingánál, ő azt fogja mondani, nem tudom, fogalmam sincs, mert így érzi magát. Plutó bolygónál gyakran olyan dolgokról van szó, amit le kellene zárni. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, vagy egy bizonyos hely, ahonnan el kellene neki búcsúznia, és ő egy ilyen helyzetben most bizonytalan, tegyem vagy ne tegyem, hogyan tovább. Nem tudom, fogalmam sincs. Tehát vegyük figyelembe azt, hogy a férfiak mit élnek át jelenleg. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!